A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. 2019-ben jelent meg az a portrét kötet, amelyben szerepelt Nagy Péter és a Vörösmarty Színház művészes, tekintve, hogy akkoriban kapta meg a Turgenev Apák és fiúk dráma alakításáért, Bazarov szerepének megformálásáért a Vidéki Színházak Országos Találkozóján a legjobb férfi alakítás díjat. Nos, hát azt a címet adtam ennek a portrénak, hogy Bazarov köztünk él. Azóta történt egymás, nemrégiben beszámoltunk róla, hogy a Vörösmarty Színház művészeiből hárman távoznak, Tóth Ildikó, Varga Galilei és Nagy Péter is. És hát a polgármester úr elismerő emlékéremmel köszönte meg azt a 7 éves munkát, amit itt töltöttél 7-7 és fél évet. Tisztelettel köszöntelek, szervusz! Szervusz! No, tehát most akkor ez lesz a cím, hogy Bazarov köztünk élt, amit szomorúan veszünk tudomásul, annál is inkább, mert a honlapon néztem, és a lap utolsó módosítása június 30-án 16 óra 47 perckor történt meg, amikor odaírták, hogy a Vörösmarty Színház művésze volt 2015-től 2023-ig. Na, valaki frissített. Időközben azért volt egy Petes Agárdi díj, 2019-es 20-as évadban az évad színésze. Viszont mondtál nekem egykoron, és talán kezdjük ezzel egy nagyon veretes gondolatot, hogy rutinból építkezem, és hogy el tudjak engedni dolgokat, ahhoz kell a gondolat. Nos, hát én azt hiszem, hogy az a pályafutás, ami a tiéd, és itt gondoltunk Debrecenre, a stúdióra, mindarra, ami elvezetett addig, hogy megérkezz Székesfehérvárra, azok nagyon fontos pillanatok voltak és személyiségek. Ha egy kicsit visszatekintünk, hiszen még egyszer idézlek, és utána tiéd a szó, hogy az óvodában vártam az iskolát, a gimnáziumot, az egyetemet, majd a színházban azt, amit ott és akkor nem találtam. Bár lehet, hogy belőlem hiányzott valami. Tchú! No. Tehát beszéljünk a búcsúról, aztán egy kicsit tekintsünk vissza az elmúlt időszakra, hiszen fantasztikus szerepeket játszottál, és én azt hiszem, hogy amikor az Anyagint megrendezted, akkor nagyon sokan éreztük úgy, hogy kiteljesedtél, mert ez egy fantasztikus előadás volt. És nagyon sok mindenkivel beszéltem a színművészek közül, akik szerepeltek abban a darabban, azt mondták, hogy egy élmény volt veled dolgozni. És akkor egyszer csak jött a hír. Nagyon szeretem a Kisherceget, és a Kishercegben az valahogy úgy kezdődik, hogy amikor lezuhan a repülő a sivatagba, nagyon szeretem Exupéryt és ezt az egész történetét, és akkor azt mondja, hogy valami a motorban történt, valami hiba. A színészet egy kicsit, nem kicsit, hanem nagyon a sporthoz áll talán közel. Abból is az élsporthoz, tehát nagyon fontos az, hogy az ember jó formában legyen, de más minőségű teljesítményt tud nyújtani a különböző életkorokban, és hát tulajdonképpen nekem ez most az utóbbi időben mondhatom azt, hogy tulajdonképpen nekem a szervezetem küldött egy elég markáns üzenetet arról, hogy mindenfajta ilyen idegrendszeri kimerültségnek vagyok a határán, és illetve ezen egy kicsit így túl is estem. Tehát, hogy így ezek a színpadi munkák, ezek, amik voltak színészként, ezek az utóbbi időben már, megmondom őszintén, hogy nagyon módjával motiváltak, illetve azért itt voltak olyan feladatok, amik mindig azért azt a kihívást tudták nyújtani, hogy így rá tudtam fordulni kellő motivációval, meg érdeklődéssel, de azért ez nem,
ez engem már nem, ilyen szép szóval mondva, de nem elégített már ki, valahogy nem hiába mondtam ezt magamnak, nem tudtam valószínűleg elég meggyőző lenni saját magam számára. És hát ezért próbáltam meg az utóbbi időkben így keresni valami másfajta utat, tehát hogy mindazt, amit itt összegyűjtöttem az elmúlt, hát most már több mint 20 év alatt, amióta ezzel foglalkozom, mármint amit alatt a színházat értem, hogy valahogy megtalálni azt az utat, meg azt a formát, amiben ezeket mind bele tudtam sűríteni, és ez az egész rendezés dolog, ez így jött. Aminek én nagyon örültem, és az egy nagyon, nagyon jó időszak volt, nagyon jó munka annak ellenére, hogy itt a Covid-dal terhelt időszakban, tehát egy nagyon kiszámíthatatlan körülmények között kellett dolgozni, de egyébként tehát az Antigone az egy olyan, meg ez az egész Szofoklész, mint szerző, egy olyan szellemi tartalommal, meg egy olyan szellemi társaságban zajlott az előkészítés, és utána pedig a próbák ezekkel a kollégákkal, akiket a színpadról jól ismertem. Tehát egy olyan jó közös gondolkodás volt, ami rendkívül inspiráló volt számomra. És tehát nyilván ez a tervem, ez nem... Tulajdonképpen ezt az utat szeretném járni így a jövőben. És hát ezt valószínűleg nem itt a Vörös Marti Színházban tudom. Ugyanakkor, ha visszatekintünk egy kicsit, akár az Ember tragédiája egyig, ahol ugye Lucifert játszottad, az egy fantasztikus időszak volt még a Covid előtt értelemszerűen, aztán jött a Covid, de ha megnézzük, akkor a Závoda rendezésében Raskolnikov a bűn és bűnhődésben, aztán az Én kis hűtőkamrám, a Rómeó és Júlia, a Trianon, a Sárosi Trianonban, ahol Wilson meg Thomas Woodrow voltál, és ha csak az idő, utána volt az Antigone rendezés, és jött az Ember tragédiája 2, az első tiszt Lucifer, és az Öreg Hölgy látogatása, ez mind-mind olyan darab, ahol mi azt láttuk, hogy lubickolsz, hogy mintha rád szabták volna ezeket a szerepeket, és ezek fajsúlyos főszerepek voltak. Erre azt mondom, hogy örülök, hogy nem látszódott. És tulajdonképpen nem is, tehát én nem tudok fölmenni úgy a színpadra, sose tudtam úgy fölmenni, hogy ez most lehet, hogy ez ilyen, nem tudom, szerintelenül vagy ilyen hülye hangzik, most ahogy így végig gondoltam, de nem tudok tét nélkül játszani. Tehát nekem fontos az, hogy az a dolog, az hason rám, és azon keresztül én is tudjak olyan gondolatokat közvetíteni, ami azoknak, akik ott ülnek a nézőtéren, nekik ez egy valami, az életükhöz valamit hozzá tudjon adni. De személy szerint engem, tehát hogy azokra az időszakokra, amikor fölmentem a színpadra, akkor ez, hogy mondjam, összetudtam szedni magamat kellőképpen. De azt a fajta inspirációt, amit nekem ez korábban jelentett, meg amennyire én ebbe tudtam hinni, hogy én színészként ki tudok fejezni dolgokat, meg gondolatokat tudok átadni, ezt egyre kevésbé éreztem. Vagy hogy azt éreztem, hogy sokkal szélesebb spektrumon szeretnék együtt gondolkozni más emberekkel, azokkal is, akik a színpadon vannak, meg azok is, akik a nézőtéren vannak. És tehát, hogy összességében azt kell, hogy mondjam, hogy ezek már nekem már nem voltak olyan örömteli pillanatok. Ez most, ez nem, tehát nem vettem ennek ellenére félvárról, de ettől viszont a dolog meg még fárasztóbb lett. Ez miben csúcsosodott ki? A társas kapcsolataid, itt most a családról majd azért beszélünk néhány gondolatot, hogy azok a színész barátaid, akik folyamatosan bíztak benned, hiszen vezető színészként, ezt nyugodtan kimondhatjuk, azért rendkívül felelősség hárul az ember fiára. Ők ezt észrevették, vagy bezárkóztál teljesen? Nehéz erről kommunikálni, tehát tulajdonképpen mi dolgozunk, tehát azért ez egy nagyon, nagyon kemény szellemi, idegrendszeri és fizikai munka is egyben. Én abban mondjuk az utóbbiban nem vagyok annyira élenjáró, mint mondjuk a Krisztik Csabi,
de hogy merő az elképesztő, hogy ő ott is olyan téren micsoda energiát tud elégetni. De nem tudok, tehát ezekről nagyon, nincs is nagyon idő beszélni, meg igazából azt hiszem, hogy alkalom is egyre kevesebb. Tehát keveset vagyunk együtt. Azt hiszem, az egész életből ezek a beszélgetések ezek kezdenek kikopni, hogyha vannak, és akkor is gyorsan kell az embernek mindenféle információt átadni, és ebben valószínűleg ezek a fajta dilemmák nem feltétlenül férnek már bele. Kivel közölted először? Hiszen az nagyon is jól tudjuk, hogy jó néhány mostani Vörösmarty színházas a művésszel együtt nőttetek fel, ha úgy tetszik. Bagó Berce, ez régi kapcsolat fűz, és nyilvánvaló, hogy vannak olyan barátaid, akiknek erről tudniuk kellett. Hát én ezt azért így fölhoztam, mert nyilván én a Bagó Bercivel azért, tehát mi sok mindenen mentünk már együtt keresztül, és talán ő az, akiről azt gondolom, hogy elég jól ismer. Tehát, hogy sokféle módon látott már engem, és hát nyilván neki ezt így próbáltam vele közölni, hogy ez, tehát, hogy én ezt így éreztem, hogy kezdek így kifutni ebből a dologból egyre inkább. De azért, hát hogy mondjam, valamennyire talán egy páron sejtették rólam, hogy ez érik. Egyszer úgy fogalmaztál, hogy minden, ami velünk történik, az a személyiségre épül, a személyiség által hat. A személyiséged mennyit változott, mióta megérkeztél ide? Hiszen nagy reményekkel jöttél, ugye már ide beszéltünk arról, hogy az első pillanat, amikor a Dobridán meg az összes többi csapat végigvettük, Zalaegerszeget, illetve Debrecent is, de mennyit kellett változnod ahhoz, hogy egyrészt megtaláljanak azok a szerepek, mert nyilván az első időszakban azért megtaláltak azok a szerepek, amelyeket egy-egy darabban, amire lehet vágyni. Igen. Aztán később jöttek a fajsúlyosabb, és jöttek a díjak, a Petes Agárdi díj, ugye 2015-ben az Évad színésze, de hát erről már beszéltünk, és hogy hatalmasodott el rajtad, ha úgy tetszik a... Ne nevezzük depressziónak, mert az azért durva lenne. Jó, ez egy másik. Az első kérdés, hogy ugye a személyiség, minden a személyiségre épül, és hogy a személyiségem mennyit változott. Hát folyamatosan változik mindenki, de nyilván, hogy az, hogy azért 42 éves lettem, az azért nagyon keményen átértékeli az emberben a dolgokat, meg az, hogy látom a gyerekeimet felnőni, és akkor az ember úgy szép fokozatosan úgy a saját bűvköréből egyre jobban szorul ki, és nem úgy nézi a világot, hogy ott ül ő a közepén, és akkor a körül mennek a bolygók, hanem rájön, hogy a naprendszer az máshogy épül föl, és annak én is egyik alkotó eleme vagyok. Ez folyamatosan változik. Hát az, hogy depresszió, hát az csak egy része volt ennek az egész dolognak, tehát hogy ezek így csomagban érkeznek az ember életébe, aki már átélt ilyesmit, az tudja, tehát hogy hát sok mindennek hívják ezt, hívják ilyen életközepi válságnak, hívják kiégésnek, és akkor ennek ilyen különböző rafinált tünetei vannak, ahogy ez az embernek a működésére hat. De azért mondtam itt az elején, hogy tehát van egy ilyen idegrendszeri jelzés, ami az úgy nézett ki az én esetemben, hogy egyszerűen nem úgy érzékelem a magam körül a dolgokat, ahogy megszoktam, és azok a dolgok, amik addig számomra biztonságot jelentettek, nem jelentettek már biztonságot. És akkor ezzel együtt az ember ezeket megpróbálja feldolgozni, és megpróbálja elengedni a dolgokat, és megpróbál ezeken túllendülni, és akkor az elengedésnek a része az, hogy mondjuk elengedem magam, az identitásomnak azt a részét, hogy én adott esetben színész vagyok. Tehát, hogy ezt mondjuk mi van, hogyha én ezt lehúzom a listáról. Úgy, hogy mondom, több mint 20 éve foglalkozok ezzel a dologgal. És akkor tulajdonképpen ennek van egy ilyen következménye, hogy az embernek újra kell építenie,
újra kell építenie az életet, az értékrendjét, megtalálni, hogy mik azok a dolgok, amik passzolnak, és mi az, amiket mint egy lomtalanításon, egy szellemi lomtalanításon ki kell rakni. És ez okoz depressziót, meg mindenfajta ilyen furcsa dolgot, de ez a fajta változás, de ezzel meg kell tanulni szerintem együtt élni, meg együtt mozogni, és nyitottan kell állni valahogy arra, hogy mi jön, és bízni abban, hogy az ember, hogyha kellően őszinte, igen, és nem csak kifelé, hanem befelé is. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy én azt gondoltam, hogy őszinte vagyok, és az is voltam a világgal szemben. Tehát azért nem gondoltam, vagy nem emlékszem olyanra, hogy ne lettem volna az, amennyire lehetett. Ezt az alatt azt hittem, hogy ne sértsek meg másokat, de magammal szemben nem voltam az. És ez okoz az emberben egy törést, hogy ezt föl kellett ismernem. Tehát ez kulcskérdés volt mindenképpen. Ez mindenképpen, igen. Tehát hogy nem lehet, azt gondolom az életben nem lehet semmit se összeszorított fogakkal csinálni. És nem tudjuk magunknak azt mondani, hogy már pedig ez így jó lesz, hidd el, vagy ez így jó, vagy érezd jól magad, ez nem működik, érezd már jól magad. Amikor a színházban ez szóba került, ugye próbáltak segíteni. Igen. Azzal, hogy elindultál a kommunikációs úton. Igen. De, és ez nem jött be? Azt nem mondom, hogy nyilván egy vezető színész ott áll egy fényképezőgéppel, és az egy csoda dolog. Tehát ez nyilvánvaló volt, hogy ez nem a te utad. Annyira azért nem volt nyilvánvaló, meg ezt most se gondolom teljesen eldöntöttnek, tehát hogy ezek szerintem összefüggnek. Tehát én azt mondtam, hogy engem alapvetően ugye a rendezés az, ami érdekelt, meg motivált, és azt gondoltam, meg azt gondolom, hogy ezek azért valamennyire összefüggnek. Tehát hogy nekem ez a terület volt az, amiről a színházon belül a legkevesebbet tudtam. Tehát ez az egész, hogy hogyan működik. Mi a színpadon egy picit ettől elzártan dolgozunk, és működünk, és alkotunk, de én ezt egyre inkább problémásnak érzem. Tehát, hogy nem tartunk igazi kapcsolatot. Nekem ez az érzésem, és a jó színház az olyan, ezt egyszer olvastam a Rusz Józsefnek a könyvében, hogy az embernek fejben a nézőtéren keresztül kell megérkezni a színpadra, nem a művészbejárón keresztül. Mert hogyha elkezdünk a művészbejárón keresztül érkezni fejbe, akkor csináljuk a saját magunk elképzeléseit, és ez nem feltétlenül kommunikáció. Én a színházat úgy tekintem, hogy az nézőtér és színpad együtt, és ott kommunikálni kell. És ilyen szempontból viszont, hogyha nézem, nagyon-nagyon sok az átfedés. Persze mások a célok alapvetően, ugye kommunikációnak és marketingnek, de ez megint egy nagyon más világ, ahhoz egyre kevesebb közön van, és inkább csak megtanulni szerettem volna én ezt a dolgot, és nyilván hát kapura jött az, hogy itt volt egy olyan helyzet, hogy itt úgymond be kellett ugrani ebbe a szerepkörbe, tehát azért, hogy itt működjenek a dolgok. Színészként nem tudtam a feladataimat ellátni, és ezért merült föl ez a dolog, hogy én ezt akkor mondtam, hogy én ezt egy próbaidővel elvállalom az évad végéig, ez letelt, és hát ez alatt nyilván kiderült számomra, hogy ez nem egy olyan dolog, amit én hosszú távon tudnék csinálni, mert egyszerűen sokkal több olyan fajta alkotói szabadságra van szükségem, amit ez a terület nem tud adni. Tehát, hogy ez inkább egyfajta alkalmazott műfaj a legjobb esetben is. De nagyon, nagyon fontos, főleg egy színházon belül. Tehát, és főleg ma, amikor azt gondolom, hogy a színháznak meg kell találnia újra a nyelvet, hogy hogyan beszél, hogy hogyan szólítja meg az embereket, hogy ezt a világot, hogy hogyan szólítja meg, mert különben azt gondolom, hogy el fogunk tévedni, és el fogjuk veszíteni egymást. És egy ilyen, ez nézem itt ezt a várost, és nagyon-nagyon szeretem, és azt gondolom, hogy egy ilyen léptékű városban nagyon komoly lehetőség van. Tehát ez sokkal inkább jövőbe mutató, mint egy metropolis. Én Budapestről egyébként el is jöttem emiatt, mert egyszer nem éreztem azt, hogy abban lenne perspektíva, de ezt csak azért mondom el, hogy nagyon fontos lenne, hogy egy ilyen város, vagy egy ekkora közösség
hogy ezeket a fórumokat, ezeket a helyén tudja kezelni. Cseh Tamás dalokon nőttél fel. Azt gondoltál ezekben a krízis helyzetekben Cseh Tamás dalokra? Ezt kérdezem azért, mert nagyon hasonló helyzetekről is írt dalokat, és azt hiszem, hogy ez ilyen értelemben kísértés ilyenkor megidézni egy-egy dalt. Na most a Cseh Tamással úgy vagyok, én nem hallgattam, nem azon nőttem föl, éppen hát most már 10-valahány éve annak, hogy eljöttünk Egerszegről, akkor ismertem meg Bereményi Gézet, és igazából ez ennek a barátságnak köszönhetően, meg inkább az, hogy gondolatcserének, eszmecserének, ami köztünk volt ott egy-két évig, annak köszönhetően szocializálódtam én ezekbe a dalokba, és inkább úgy mondom, hogy Bereményi Géza fejébe. Nagyon sok minden van, ami igen, átfedés, de ez azért van, mert a Géza is, meg hát a Cseh Tamást én nem ismertem személyesen, de hogy látták a világot, hogy nagyjából legalábbis egy-két dologra rálettek, hogy mik mozgatják a világot, és az embert mik mozgatják, milyen dolgok belül. És ezek nem változnak, tehát hogy ezek ott vannak. A Bereményi Gézáról csak annyit mondok, hogy találkoztam vele legutóbbi februárban, amikor volt a 12 dühös embernek a bemutatója a Városházán, ugye ott a díszteremben eljött megnézni a bemutatót, és akkor köszöntünk egymásnak, és Géza rám nézett, és mondta, hogy irodista lettél? A szokásos maga tekintetével is, és hát nagyon egyedi mosolyával az arcán, és ezzel az iróniával, amivel ő ezt be tudta ezt a mondatot fűteni. Ő már akkor valószínűleg többet tudott arról, hogy én most miben leszek fejbe, mint én saját magam. Egyébként a színésztársait mit szóltak, hiszen nyilván azért jó néhányukhoz szoros kapcsolat fűzött. Nem nagyon beszéltünk még eddig néhány emberrel. Hát azt gondolom, hogy szerintem megértik, vagy elfogadják. Mert hát azért mi, akik ott fönt vagyunk a színpadon, én úgy hívom, hogy a lövészárok, azért tudjuk, hogy ez mivel jár. Tehát, hogy azért az ember ezt mindig valahogy úgy el tudja fogadni, hogy vannak ezek a bizonyos ilyen hát hullámvölgyek, vagy nem tudom, vagy inkább időszakok. És azt is tudjuk, hogy ezek talán nem véglegesek. Tehát ezeket nem lehet tudni, hogy az ember egy év múlva milyen paszba lesz, vagy két év múlva. Igazából én úgy vagyok, ezt nekik is mondtam, vagyis, hogy így üzentem, hogy nem szeretek búcsúzkodni, és én nem is tekintem annak. Tehát meg nem szeretem ezeket a nagy látványos befejezéseket, meg lezárásokat, meg ezeket a nagy beszédeket se szeretem, amivel így az ember így valahogy így összegezni próbál fontos gondolatokat, ezeken egyre nagyobbakat szoktam nevetni, amikor ilyet látok, vagy hallok, hogyha a saját magam ilyenbe keveredek. De hogy, tehát azt akarom ezzel mondani, hogy azt hiszem, hogy tudják ők is, hogy bármikor találkozhatunk. Tehát ez egy nagyon kicsi ország, a kicsi országon belül meg egy még kisebb szakma, és olyanok tudunk lenni egymásnak, mint tényleg, mint egy nagy család. Mi fájlaljuk. Quo vadis? Nem tudom. De hát ott vannak a gyermekeid. Lelked jobbik fele, akkor most lesz időd bőségesen. Igen. Hát ezzel szeretnék elsősorban foglalkozni, meg magamnak van egy olyan, amit megbeszéltem magammal az elmúlt időszakban, hogy nem csinálok olyat, amihez nincs kedvem. Tehát ebben biztos vagyok. És valahogy ezt az időszakot még nem találtam meg az ösvényt, vagy illetve, hogy rajta vagyok, csak nem tudom, hogy hová vezet. Mert az ösvény az számomra ez, hogy ezt a fajta őszinteséget, amiről beszéltem, hogy a világ fele, meg saját magam fele tudjam ezt tartani, és csak olyan dolgokba vágjak bele, amihez nagy kedvem van. És ezt az időszakot, ami hát már mindenképpen ugye, tehát ez az élet közép, tehát azért a közepén már valószínűleg én is túl vagyok,
de ami hátra van, azt bármennyi is, azt jó lenne így. És eddig se kellett azért nagyon panaszkodnom, tehát hogy szabad embernek tartom magam, vagy többnyire azok voltak a pillanataim, de ezt még fontosabbnak tartom, tehát egyszerűen engem, hogyha ez nem így történik, akkor nagyon, nagyon hamar és nagyon mélyen kibillent az egyensúlyomban. Nos, hát én köszönöm, illetve köszönjük a színházbarátok nevében a mindent, ha úgy tetszik, és hát bizakodva várjuk, hogy visszatérj, ha nem is Fehérvárra, de abba a színpadi közegbe, ami az életed lehet továbbra is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Nagy Péter színművész volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.